Púzus FM 92,1, köszöntöm a Púzus FM hallgatóit. Ez itt 10 évvel ezelőtt, május 22-én szólalt meg először az éterben a nagy részt keresztény értékeket közvetítő Púzus Rádió. Az évfordulóról a beregszászi református templomban tartott Isten tiszteleten is megemlékeztek. 10 esztendőn keresztül tapasztaltuk azt, hogy nem emberi indulatból indult ez, hanem az örökkévaló Istennek a terveibe volt benne. Tehát ugyanúgy tapasztalhatjuk ezt például a mai napban, azért kettős ünnep, mert május 22-én indult, és mivel 21-én konfirmációs ünnepség van, ezért hiszem azt, hogy nem véletlen, hanem az Isten tervébe is szerepelt, hogy a konfirmandusokért tudtunk hálát adni úgy, hogy közben rácsodálkozhattunk arra, hogy mit is jelent a szónak, a kommunikációnak igazából az Istentől kapott lehetősége. Hát, hogyha nagyon-nagyon visszatekintünk, akkor azt lehet mondani, hogy nem csak 10 éves ünnepségünk van, hanem 20 éves, mert közel 20 esztendeje volt az, amikor véletlenszerűen Istennek a hatalmas keze által egy olyan lehetőség nyílt előttünk, amely első lépésekben azt eredményezhette, hogy fiataljainkkal készítettünk műsorokat, ilyen kezdetleges műsorokat. Ezek elkerülhettek Ungvára a Magyar Rádióhoz, és tehát ott heti rendszerességgel meg tudott jelenni az, amit egyházi műsorként mi készítettünk el. Tehát ez a 20 év az, ami ott van mögöttünk, de ahogy teltek az évek, láttuk, hogy tehát ez több annál, mint amit első látásra lát benne az ember, ugyanis tapasztalhattuk azt, hogy egyházi műsorként nagy nyitottság van rá, és tovább formálódott a szívünkben annak a lehetősége, hogy hogy lehetne tovább lépni, és következő lépésként annak a lehetősége fogalmazódott meg, hogy netrádióként induljunk el, mint Sion Rádió, és hála Istennek sikerült is, ugyanis párhuzamban, ahogy mi elkezdtük a munkánkat, arra döbbentünk rá, hogy nem vagyunk mi egyedül, hanem a Kárpát-medencében számos helyen vannak már ilyen kezdeményezések, Magyarországon, Erdélyben, és kerestük egymással a kapcsolatot. Ki is alakult egy nagyon-nagyon szoros kapcsolat, és az Európa Rádió nagyon nagy segítséget nyújtott nekünk abba, hogy először netrádióként elinduljunk. Képezték a munkatársainkat, segítettek különböző technikai kérdésekben, és így elindult a 24 órás Sion Rádió. És amikor működött, szintén azt láttuk, hogy sok emberhez eljut, viszont van egy hátrány, ez pedig az, hogy a neten keresztül inkább a nagyvilágban lévő embereket szólítjuk meg, ezért próbáltunk fókuszálni, hogy lehetne a kárpátai embereket elérni, és utána jártunk, hogy frekvenciát hogyan lehet megkapni itt Kárpátalján, Ukrajnában, ami első lépésként azt fogalmazhattuk meg, hogy ez lehetetlen. Az isteni gondviselésnek és több éves kitartó munkának köszönhetően mégis sikerült megkapni a 92,1-es frekvenciát. A Sion Rádió csapatára építve megkezdhette munkáját az immár földi sugárzás jogával rendelkező Púzus FM. Ezzel megvalósult a két ötletgazda, Taraczközi Gerzson és Taraczközi Ferenc református lelkész álma. Isten szavát kijjebb vinni az Istenházának falai közül, és eljuttatni a kárpátaljai hívek minden korosztályához. A 24 órás sugárzás folyamán a stáb 9 óra élő műsorral jelentkezett, de aztán jött a Covid és az orosz agresszió. Érthetetlen volt a kollégáknak az, hogy egy stúdióban nem tudtunk meghívni élő műsorba vendégeket, még arra is oda kellett figyelni, hogy ne kettő, hanem egy műsorvezető vezesse a műsort, lehetőleg negatív teszttel jött be a stúdióba, és így tudta csinálni a dolgát. De végül is én mindig azt mondom, hogy ezek a nehéz pillanatok, és ezeknek a nehéz pillanatoknak köszönhetően fejlődni tudtunk. Miben? Nagyon jól megtanultunk telefonos riportokat csinálni. Ugye rettenetesen kevés lettek a rendezvények, kevés lettek a fesztiválok, nagyon sok olyan dolog, ami nekünk végül is egy óriási munkakörünk volt a Covid előtt, de én úgy érzem, hogy minden rosszul valamit tudtunk úgymond fejlődni. Igen, és akkor abba ringattunk magunkat, hogy ettől már rosszabb nem lehet, de sajnos lett. 2022. február 22-e előtt még 9 óra
élő műsort tudtunk sugározni, ami a mai napra egy óra élő műsorra esett vissza. Nagyon sok olyan műsort el kellett hagynunk, ami a mai nap egy háborús időben mind hangzásban, mind stílusban úgy nem felel meg a mai helyzetnek. Ebből kifolyólag viszont olyan értékes rovataink születtek meg, amit én azt mondom, hogy ennek köszönhetően lásd a kultúrpercek, a tudtad-e, az egyházi rovatok, és ami még nagyon fontos, és ezt rettenetesen átéreztük azt, hogy az Isten tiszteleteknek mekkora szolgálata van a rádióban, hiszen attól a perctől már reggel is, délután is, vasárnap természetesen délbe is tud Isten tiszteleteket közvetíteni, és végül is úgy éreztem, és én úgy érzem a mai napon is, hogy ez a nehéz időszak is, úgy látom, hogy a kollégák, azok az emberek, akik nap mint nap csinálják ezt a 24 órás műsorszórást, valahon még jobban átérezték, ami még itt nagyon fontos, azt a felelősségtudatot, azt a sokkal nagyobb rálátással. Igen, nem egyszerű egy szerkesztőnek, egy hírszerkesztő bemenni a stúdióba és elmondani valóban ezek a borzasztó halálos eseteket. Ebből sajnos egyre több van, de én úgy érzem, ezen is valahogy fejlődtünk, valahogy előrébb tudtunk menni. És ami nagyon fontos, ugye megőrizni a valóságot és azokat a dolgokról tudósítani, ami valóban mostan zajlik. Én ma megköszöntem a beregszázi református vezetőlelkészének, a presbitériumnak, a gyülekezetnek azt, hogy valóban ezen a 10 év alatt mellettünk voltak, segítettek, mert én úgy érzem, ha nem ez a közösség, nem tudnák ma itt állni, és bizonyára nem lett volna, és nem tudnánk azt mondani, hogy 10 éves Púzus Rádió. A gyülekezet és a munkatársak az évfordulót ünnepséggel méltatták, melynek keretében felvágták a ma Kárpátalján működő egyetlen magyar nyelvű rádió, a Púzus FM születésnapi tortáját.